Nagyon fontos felderítenünk az okokat, hogy miért agresszív a kutya, hogy ez félelemből fakad adott esetben, vagy más forrásból fakad. Az agresszív kutya nevelésével én mindenképpen szakemberhez fordulnék, mert ez az agresszió adott esetben a gazda ellen is fordulhat. Az agresszió iránya is nagy kérdés, hogy más kutyákkal agresszív, vagy emberekkel agresszív, gyerekekkel agresszív, gazdával is agresszív. Ezeket mind-mind ki kell deríteni, és az adott kutyára vonatkozó konkrét megoldásokkal lehet csak megszüntetni ezt a viselkedést, meg lehet egyébként szüntetni. A mi kutyaiskolánkon is, de nagyon sok kutyaiskolán működik speciális terápia agresszió problémás kutyáknak, ahol nagyon tapasztalt oktatók annak az egy kutyának a kezelésével dolgoznak. Jellemzően ez úgy történik, hogy azokat a viselkedéseket, amik nem kívánatosak, azokat nagyon egyértelműen tiltják a kutyáknak, azokat, amik viszont kívánatosak, azokat meg pozitívan megerősítik, ahogy már volt róla szó, tehát hogyha valami jót csinál, akkor ezért megdicsérik valamilyen úton, módon, akár élelemmel, akár ját. Hát jellemzően nálunk inkább ez élelemmel történik ilyen terápiás szituációban, de azért ez nem fő szabály, úgyhogy én mindenképpen egy szakember felkeresését javasolnám, mert általános választ erre nagyon nagy felelőtlenség lenne adni.